Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi blokkolja a párkapcsolatotokat, ezt a lelki kapcsolatot? A videó végén van egy meglepetés, amit a férjem készített, hiszen ő zenész, és lesz egy üzenet, ami segít abban ezeket a blokkokat feloldani. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt ezen a képen látható a lelki társad, vagy utal a férfiakra. A feje fölött megjelennek az egerek. Ez a kártya mutatja az ő gondolatait. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát nála vannak ilyen gondolatok, félelmek, hogy elveszít téged. Lehet, hogy ez blokkolja ezt a párkapcsolatot. Itt vannak még nehézségek, hiszen látható az életút, ami nagyon köves. És ezek a problémák, a kihívások, neki el kellene távolítani ezeket a blokkokat, ezeket a köveket, amit a férjem készített, az segít ebben, de segítenek az egerek is, hiszen az egerek el tudják a köveket távolítani. És akkor látható már itt a csillagkép, ami szerencsét hoz, jelenti azt is, hogy minden úgy fog történni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Ez a torony olyan, mint egy labirintus. Benne vagytok ebben a toronyban, és kerestek egy kiutat, egy lehetőséget. Nem csak a szerelmi témákat illetően, hanem a munkát, a hivatást illetően is. De miért van itt ez a torony, ez a labirintus? Mert megjelenik a felhő. És az azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Nem tudod, hogyan tovább, vagy nem tudod, hogy mi a terve. Ez nem csak a szerelmet illeti, hanem a családi kapcsolatokat is, vagy az otthonodat, és kihat a munkára is. A felhő az egy időkártya, jelent fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert itt kell egy megoldás. Vagy ez az esemény, vagy egy bizonyos személy visszatér hozzád. A feladat az, hogy eltávolítsuk a köveket, és kilépjünk a labirintusból. Itt is vannak még nehézségek az élet utadon, hiszen ezt jelenti ez a nagy hegy. Nem tudod, hogy mi van a hegy mögött, mert nem látod, nem látod az eseményeket, itt meg is jelenik ez a felhő. De legyen meg a bizalom, és kicsit a türelem is, itt látható ez a park, az jelenti a nyilvánosságot, de utal az elismerésekre is. A probléma csupán az, hogy ő, ez a férfi, zárkózott. Hiszen itt a könyvek jelentik a titkokat, vagy a zárkózottságot, de az egerek segítenek abban ezt a helyzetet eltávolítani, és itt a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, jelentheti a te szépségedet is, és utal május hónapra. Ez az időszak, amíg ő rendezi a dolgait, eltarthat májusig. De légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Neki is kezébe kell venni ezt a kulcsot, hiszen lezár bizonyos dolgokat ezzel a kulccsal,
és ezzel a kulccsal ki tudja nyitni ezt a kaput, ami jelenti a jövőt, jelenti a lehetőségeket. És ami most következik, ez a zene segít abban ezeket a blokkokat feloldani, segít abban, hogy eltávolítja a köveket, eltávolítja ezt a hegyet, és segít abban, hogy kilépj ebből a toronyból, ami fogva tart téged. És én most már elbúcsúzom tőled, de élvezd a zene hangulatát. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!